Kedden reggel az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hetényegyháza térségében a 85-ös kilométernél egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött. A román vendégmunkások Németországba tartottak, amikor a kocsit vezető nő elaludt, és a belső szalagkorlátnak csapódott. Az ütközéstől az autó első kereke kiszakadt, majd három keréken még tovább sodródott, és keresztben állt meg a stráda belső sávjában. A gépkocsit vezető nő és a férfi utasa kisebb zúzódásokkal megúszta a balesetet. A kecskeméti hivatásos tűzoltók gyorsan reagáltak a balesetre, és időben áramtalanították a járművet. Az érintett stráda szakaszon forgalomkorlátozásra lehetett számítani, a hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.